ünnepélyes keretek között nyílt meg a Pesti Vigadó dísztermében az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus budapesti megrendezése alkalmából készített hármas időszaki kiállítás. A görögkatolikus metropólia Orcád világossága című kiállítása a keleti és a nyugati egyház találkozási területén évszázadok alatt kialakult különböző kulturális tradíciókat ötvöző görögkatolikus egyház világába és művészetébe vezeti be az érdeklődőket. Ez a meglepő szókapcsolat egy gyönyörű imádságnak a része, amely a bizánci egyház zsolozsmájából való. A reggeli imádságomban, az első imaórában a záró imádság így hangzik. Krisztus, igaz világosság, ki megvilágosítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve Orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Kedves jelenlévők, ezzel a címmel a kiállítás szépen rámutat arra, hogy a keleti egyház a maga sajátosságával hogyan tudja gazdagítani az egész krisztusi egyetemes egyházat. A keleti egyház egyik kedves területe a fény teológiája. Ez a nem teremtett fény beragyogja az egész egyházat, és az egyházon keresztül ezt a világot. Természetesen a fény teológiája nem csupán a keleti egyház sajátja, hiszen a hitvallásunkban is így mondjuk, világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől. A megtestesült ige maga is a világosság, aki önmagát így nevezte, én vagyok a világ világossága. Rajta keresztül látunk. Rajta keresztül látjuk meg az Isten jelenlétét ebben a világban. És abban bízom, hogy a hármas kiállításnak ez a keleti része a maga világosságával szintén új fényt, vagy egy sajátos megvilágítást tud adni az egész eukarisztikus kongresszusnak. Nagy öröm számomra, hogy végre megnyithatjuk ezt a három kiállítást, amelyik, ha tetszik, morális egységet alkot. Hogy is volt csak itt az előkészületek során? Hát terveztünk mi három kiállítást különböző helyszínekre, de a járvány közbeszólt. Át kellett szervezni őket. És hála a vezetőségnek, hála a Magyar Művészeti Akadémiának is, lehetőség nyílt most arra, hogy egy helyszínen mutassuk be mind a hármat. Elgondolkodik az ember, hogy tulajdonképpen nem így kellett volna nekünk eleve is tervezni, hiszen ez a három dolog szorosan összetartozik. Az 1938-as eukarisztikus kongresszus, a keleti egyházak bemutatása és az egyház karitatív tevékenysége. Nem véletlen, hogy a 38-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson is olyan nagy szerepet kaptak a keleti katolikus egyházak, illetve, hogy kiállítás, karitatív tevékenység és konferencia formájában az egyház szeretett szolgálata is külön hangsúllyal megjelent. Miért is? Elsősorban azért, amit a mostani eukarisztikus kongresszusunk mottójául szolgáló bibliai idézet kifejez, hogy minden forráson belőled fakad. Tehát az oltári szentséget, a szent misét, azt mi nem csak a templom falain belül ünnepeljük, hanem azt hordozzuk magunkban, abból cselekedeteknek kell fakadniuk, körülöttünk is, a világban is. Annak üzenete van minden jó akaratú ember számára. És az egyik legfontosabb üzenet az a nyelv, amelyen mindenki ért, ez a segítő szeretetnek a nyelve.
a keleti egyházaknak a jelenléte, a hangsúlyos jelenléte az eukarisztia témájában eszünkbe juttatja, hogy tulajdonképpen az eukarisztiának a neve az kommunió is. A latinban kommunió, a görögben koinónia, közösség, közösségi részesedés. Tehát valóban közösséget teremtő erő ez, Krisztus utolsó vacsorájának az ünneplése és a belőle fakadó eukarisztiának a tisztelete, a belőle táplálkozó hívő magatartás, és ebben a különböző hagyományok, ha egyszer egyházi és eukarisztikus közösségben vannak egymással, akkor való igaz, ahogyan a metropolita úr is mondta, hogy kiegészítik egymást, hozzáadnak ahhoz az egységes tanúságtételhöz, ami Krisztus tanítványainak a történelmi küldetése. Ezen kívül a 38-as kongresszusra való emlékezés azt is mutatja, hogy ugyanazt az értéket akarjuk megjeleníteni a mai világ körülményei, a mai lehetőségek, a mai kihívások közepette. Ha elhangzott itt az, hogy bizony a járványnak a drámai körülményei között halasztanunk kellett az időpontot is, és bizony nem tudjuk, hogy mikor lesz ennek úgy tényleg igazán teljesen vége. Nos, mindennek ellenére sok minden egyéb is van a világban, ami elgondolkozásra, egy kicsit megállásra kényszerít minket. Ferenc pápa ezt úgy fejezte ki egy nemrégiben mondott beszédében, hogy nem a változások korát éljük, hanem korszakváltozásban élünk. Tehát korszakváltó pillanatait éljük a történelemnek, az emberiség történetének, és nagyon fontos, hogy a saját előzményeink, mint a 38-as eukarisztikus kongresszus, erősítsenek bennünket, erősítsenek abban a tudatban és bizalomban, hogy Krisztus viszont ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, ő velünk járja a történelem útját, és segíteni akar bennünket abban, hogy mi is hűségesek maradjunk hozzá, és ahhoz az emberséghez, amit a Teremtő adott mindannyiunknak küldetésül. Hát ennek a megtalálása, ennek a megélése legyen, ennek az eukarisztikus kongresszusnak a legfőbb eredménye. Kik a görög katolikusok? A belépő látogató szöveges tablón kap egyfajta választ, amit reményeik szerint a kiállítást végignézve mindenki a saját élményeivel, saját válaszaival tud majd kiegészíteni. A kiállítást létrehozó Magyar Görögkatolikus Metropólia szellemi gyökerei a középkori Magyarország keleti egyházi jelenlétéhez, történelmi gyökerei az egykori Munkácsi Egyházmegye keleti rítusú közösségeihez nyúlnak vissza. Az 1646-os Ungvári Unióval létrejött görögkatolikus egyház életét, kultúráját, az elmúlt közel 4 évszázad világi és egyházi hatalmi viszonyainak változásai, az együttélés más felekezetekkel, a természetes vagy olykor presszionált befolyás egyaránt alakította. A kiállításon szereplő egyházművészeti alkotások, liturgikus tárgyak, írásos dokumentumok mindegyike a görögkatolikus egyház liturgikus életéhez kapcsolódik. A keleti és nyugati egyházi és világi centrumoktól távol a mai Közép-Kelet-Európában élő görögkatolikus egyházak, köztük a magyar görögkatolikusok, a 17-18. Században egy sajátos, úgynevezett kárpátvidéki egyházi művészetet, kultúrát hoztak létre. A bizánci rítus liturgikus keretei által meghatározott művészeti tradíció helyi változata alakult ki az évszázadok alatt. Ezek az alkotások a kortárs ikonok kivételével ma már mind múzeumi tárgyak, de nem szabad elfelejtenünk, hogy évszázadokon keresztül átitatta őket az előttünk járó generációk imádsága, tehát tekintsünk ezekre a tárgyakra úgy, mint a hit máig élő tanúira. Ez egy történelmi esemény? Történelmi esemény. A történelmet mi írjuk, az Úristen ránk bízza, és hogyha kihasználjuk az adott lehetőségeket, akkor ezzel beilleszkedünk abba a történelmi vonulatba, amit hitem szerint az Úristen gondol ki.
Persze azt mi elronthatjuk, az ember szabadságában áll, hogy ne használja ki az alkalmat, vagy rosszul használja ki. Most úgy gondolom, hogy jól kihasználtuk ezt az alkalmat, de Biboros úr nyitottsága is hozzásegített ahhoz, hogy ezen az eukarisztikus kongresszuson a keleti egyházunk méltó módon jelenjen meg. Egyébként egy különleges adalék is járul ehhez az esemény sorozathoz, ugyanis a kelet-európai püspökök találkozóját mi magunk is ehhez a nagy rendezvényhöz igazítottuk. Így aztán azt lehet mondani, hogy a szokásosnál több keleti katolikus püspök is jelen lesz majd a kongresszuson. Hát itt ez a mostani kiállítás pedig lehetőséget ad arra, hogy többekhöz eljuttassuk, ne csak a görögkatolikus egyházunknak az ismeretét, hogy ismerjék meg, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hanem annak az üzenetét, hogy mit tud az Úristen rajtunk keresztül közvetíteni az emberek számára. A személyes benyomása mi volt Fülöp atyának, amikor belépett a kiállító térbe? Azt mondhatom el, hogy amikor még épülő félben volt a kiállítás, és Szabó Irén engem végig vezetett, elvisz utolsó képkockákig, hát majdnem kicsordult a könnyem, komolyan mondom, pedig még akkor félkész volt ez az egész. Most sajnos úgy szaladunk rajta, úgyhogy időt kell szánni arra, hogy jól átelmékedhesse és végig játszhassa a lehetőségeket az ember. Nagyon örülök annak, hogy hiteles módon a szívet megérintő erővel sikerült fölépíteni ezt a kiállítást, és szerintem sokakra hasonló hatással lesz. Személyesen milyen élmény itt állni, amikor már megnyílt a kiállítás, és az emberek ámuldoznak? Nyilván ez a beteljesülésnek a pillanata, az mindig nagyon nagy örömet jelent. Öröm azt látni, hogy a saját egyházunknak a tagjai, képviselői itt vannak, és rácsodálkoznak a mi világunkra, és azt mondják, hogy ezek mi vagyunk, ezek is mi vagyunk. Ez egy nagyon jó érzés, mert az egyik célja ennek a kiállításnak és majd a múzeumnak is, hogy egy identitás erősítő mozzanat legyen az életünkben, az, amikor látjuk a múltunknak a tárgyait, amikor a múzeumba bemegyünk, amikor a kiállításokra bemegyünk. Ez az egyik, ami nagyon fontos nekem most. A másik, ami nagyon fontos, hogy látom a látogatókon, hogy egy egzotikus új világként csodálkoznak rá a görögkatolikus egyház kultúrájára, és itt volt az ideje, és már régen kellett volna, hogy a nagy közönség előtt a mi egyházművészeti kultúránk meg tudja mutatkozni, tehát azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy pillanat, hogy itt vagyunk Budapesten, a Vigadó Galériában, és egy elérhető közelségbe kerül az érdeklődők számára a mi egyházi kultúránk. A görögkatolikus egyház ilyen formában még nem mutatkozott be Budapesten, nem mutatkozott meg az eukarisztikus kongresszuson, hiszen 38-ban ott voltunk, de nem ilyen hangsúlyosan, mint most. Azt hiszem, hogy a 21. századra az ökumenikus szemlélet, az egyház sokszínűségének az elismerése, ez egyfajta evidenciává vált. Tehát megérett az idő arra, hogy a görögkatolikus egyház úgy tud megjelenni, mint a sokszínű egyháznak egyik színfoltja, és ez egy mint érték jelenik meg, és ez azt hiszem, hogy Magyarország számára és a magyar látogató számára is egy rácsodálkozás, hogy a magyar katolikus egyház ilyen sokszínű. Másrészt pedig az ide látogató külföldiek számára is azt hiszem, hogy új ismereteket tud adni. Kiállítások szeptember 19-ig tekinthetők meg a Pesti Vigadóban naponta 10-től 19 óráig, külön-külön és közös jeggyel is.
Az ember keresgél. Én sem gondoltam a legelső pillanatban azt, hogy én közel 40 esztendeje a magyar beszédből fogom megkeresni a kenyeremet. Végül is így alakult, és azt mondhatom, hogy boldognak mondom magam, mert a magyar beszéd volt az a lehetőség a számomra, amelytől aztán divatos szóval megvalósíthattam önmagamat. Márai írja a naplójában, hogy az élete legnagyobb élménye az, hogy magyarul beszél. Most szó szerint nem tudom idézni. Magyarul ír, magyarul gondolkodik. Csak az utolsó sora nagyon érdekes. És magyarul tudok hallgatni arról, ami számomra fontos és becses. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy mit jelent nekem Szent István király. Én erre azt válaszoltam, azt jelenti, hogy én most itt ülök, és a magyar rádióban magyarul beszélhetek. Én boldognak érzem magam, hogy most már pályán vége felé közeledve, már az idő miatt is mondom ezt, azt tettem, tehát amit szerettem, és ami jól esett. A fiataloknak bizony nagyon nehéz a pályaválasztás is, hiszen a lehetőségek leszűkültek. Mindenkinek valamilyen kompromisszumot meg kell kötnie, szembesülnie kell a lehetőségekkel, és akkor a vágyak azok feszítenék ezeket a kereteket, de nagyon nehéz küzdelem árán valósul csak meg az, amit egy fiatal el szeretne érni. Nos, megint a hitet említeném. Ha valamit elhatározunk, hogy végigvisszük, akkor azt csak egy, kimondom, transzcendens segítséggel tudjuk elérni. Mert mi emberek kicsik vagyunk, gyarlók vagyunk, elfáradunk, energiáink sincsenek. Kell egy állandó létező kapcsolat, egy beszélgetés az Istennel. Én azt hiszem, hogy a fiatalok, akik komolyan veszik a hitet, bizonyos értelemben e felé a lelkiség felé nyitottak. A hétköznapok legapróbb dolgaiban is forduljunk ahhoz, akitől az életet kaptuk, akitől vagyunk, létezünk, és egy ilyen dialógust folytathassunk vele. Nem kell szégyelni azt, hogy apróbb célok megvalósításához is az ember az Isten segítségét várja, hívja. Ez halatlan nagy lelki segítség annak, aki ebben hisz. Én azt hiszem, hogy sok pszichiáter lehetne állás nélkül, hogyha több hívő fiatal lenne. Legelőször én pap szerettem volna lenni. Akkor 14 éves korom körül azt mondtam, hogy a legszebb hivatás az orvosi hivatás, és mivel elég jó tanuló voltam, akkoriban esélyem is lett volna esetleg jó érettségivel, kitűnő érettségivel bekerülni valahogyan az orvosegyetemre, persze hát akkor se volt ez olyan könnyű. És aztán a gimnázium évek alatt az önképzőkör és az irodalom egy jó magyar tanár, bizonyos színházi előadások a gimnáziumban, előadtuk például a Bánk Bánt 1961-ben, akkor 15 éves voltam, és a hét gyereke Simon Bánt alakítottam 15 éves koromban, és nagy siker volt ez az előadás, hát játszott benne például Hendel Péter, akit ma Huszti Péternek hívnak, ő volt a Bánk Bán. És aztán ez az önképzőköri vonulat odáig vitt, hogy így mondjam, ez a hullám, hogy érettségi után a színművészetire adtam be a jelentkezési lapomat, harmadikon kiestem, és akkor gyorsan beadtam a bölcsészkarra is, még ugyanabban az esztendőben, oda előfelvételével fölvettek, és magyar tanár lettem, és könyvtáros 5 év múlva. Közben a második esztendőben kerülhettem a rádióba úgy, hogy mint elsőéves egyetemista részt vettem az Eötvös Loránd Tudományegyetem szép magyar kiejtési versenyén, és azóta is emlékszem rá arra a pillanatra, az egyik legszebb pillanatok közé tartozik az életemben,
hogy Kodály Zoltánnal kezet foghattam, ő volt a zsűri elnök. Én akkor a megtisztelő harmadik helyet értem el, azért, mert az két első helyezett nagyon helyesen nem fővárosban élő egyetemi hallgató volt, akik nagyon szépen használták a zárt et. Ennek a hiteles használata nagy érték, ezt Kodály nagyon szerette, és nagyon nagyra értékelte. Itt tehát az én harmadik helyem az tökéletesen elég volt a számomra, boldog voltam, és akkor emlékszem arra a délutánra is, amikor kimentem a Petőfi szoborhoz, és ott néztem a Dunát, és akkor úgy gondolkodtam azon, hogy na hát, hogyan is alakul majd a jövő. És akkor rá egy-két hónappal a rádió bemondói meghallgatáson 2000-ből végül is kiválasztottak előbb 16-ot, aztán 8-at, aztán 3-at, és így kerültem be a rádióhoz, és akkor, mint egyetemista, részfoglalkozású munkaviszonnyal dolgoztam hetente 3-szor, a rádióban mondtam a híreket, ennyi. És akkor én tulajdonképpen helyemre is kerültem. Na most ebből mi a tanulság másnak, mert ebben ez a lényeg. Vannak rajtunk múló döntések és lehetőségek, és vannak, amelyek bekövetkeznek. Véletlenül szerintem semmi nem következik be. Közös barátunk Enzsöl Ellák mondta mindig, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, és igaza volt. Hiszen ő semmi más nem mondott ezzel Ellák, csak azt fogalmazta meg, hogy vegyük komolyan a gondviselést. Ebben leírható ez a fajta mondat másképpen, mert a gondviselés valahogy úgy irányít bennünket, ha egy kapu bezárul, előttünk kinyílik egy másik. Az is bezárul, egy harmadik. És itt a Istennek sok terve van velünk, nem egyetlen egy. És a fiataloknak nem szabad az első, második, harmadik vagy negyedik kapu bezárását kudarcként megélniük. A konfliktus tűrő képesség az, ami bizonyos értelemben a jelenlegi generációban és útkereső fiatalokban meggyengült. Az első kudarcnál sokszor hajlamosak föladni. Na most ezt nem szabad. Abban kell hinni, hogy ha ez nem ment valamiért, mert hát sok oka lehet egy pályatévesztésnek, akár az, hogy rosszul mértem föl a tehetségemet, akár az, hogy nem volt elég akaratom, mert hogy lustább vagyok, mint hittem a döntésem pillanatában, és akkor kétségbe esünk azon, hogy hát most akkor mi lesz. Akkor is lesz valami, ha hiszek abban, hogy az életem nem véletlen, hanem Kosztolányival mondom, ugye milliók közt az egyetlen egy, hiszen nem akarok a statisztika számaival játszadni, de hát mondják, hogy eddig körülbelül 80 milliárd ember ért a Földön valahogy így. Ez mindegyik külön-külön ember volt. Annak a 80 milliárdnak a új lenyomata különböző volt mindegyiknek, egy azonos nem volt közöttük. Tehát ezt csak azért mondom, hogy kicsikét jobban ráhagyatkozhatnánk az Isten tervére, és ez persze nem jelent önfelmentést a teljesítmény alól, nem jelent felmentést azért, hogy most akkor mondjunk le csak úgy könnyedén az elképzeléseinkről, az álmainkról. Ezt nem. De valahogy a kettőnek az aránya, amikor jól eltaláljuk ezt az arányt, egyrészt a saját akaratunk megvalósítását, az ezért való cselekvést, másfelől a ráhagyatkozás képességét jól keverjük önmagunkban, vagy a döntéseinkben, akkor lesz a lélek szerintem békességben, és akkor szárnyal igazán. Mindig azt szoktam mondani viccesen, hogy én teraszembernek tartom magam. A teraszemberség annyit jelent, hogy mindig egy kicsit távolról szemlélem a teremtett világot. Benne vagyok, de távolról szemlélem valamilyen különleges pozícióból vagy optikából, és közben örvendezek annak, hogy ez a teremtett világ olyan szép, amilyen. Terasz emberek vagyunk mi mindannyian, hiszen a szépet mindenki szereti. A terasz most természetesen, képletesen mondom, terasz ember nem csak terasszal lehet valaki, hanem az is, aki kirándulóként elmegy egy hegycsúcsra és onnan lenéz. Az már terasz ember. Vagy pedig sétál csak az utcán és elcsodálkozik valami hétköznapi szépségen, az is terasz ember. Tehát rátekinteni a létező való világra jelentsen belső örömöt és megnyugvást, hogy én ennek a teremtett világnak a része lehetek.
Mert hiszen nem én akartam, nem én döntöttem el, Isten már korábban akarta, ugye, ahogy Ágoston is mondja, terveiben ott voltam. És ezt egy hívő ember úgy éli meg, hogy jobban tud örülni a szépnek is, jobban tud örülni a jónak is, mert hálás azért, hogy ennek a teremtett világnak a része lehet. Visszatérve a kudarcokra, mindezt azért mondom el, mert amikor a kudarcok jönnek, a fájdalmak jönnek, a szenvedések jönnek, a rossz döntések következményei jönnek, szeretteinket elveszítjük, ezért vagy azért betegség, szegénység, egyszer fent, egyszer lent, az élet hétköznapos küzdelmei, megfáradás, depresszió, kilátástalanság, anyagi nehézségek, lelki csalódások, családi konfliktusok, újrakezdés, és így tovább. Akkor jó arra gondolni, hogy akárhogyan is van, akárhogyan is történt, akárhogyan is szeretném, mint Münchhausen báró, kihúzni magamat hajastúl ebből a sok bajból és szenvedésből, akkor arra gondolni csöndben, teraszemberként, hogy így mondjam, hogy én ennek a gyönyörű, teremtett való világnak a része vagyok, lettem, és nem kell, hogy Münchhausen báró legyek, Isten majd segíteni fog. Tehát visszakanyarodok, hogy a véletlen a hülyék filozófiája, a gondviselése való ráhagyatkozás, az egy nagy kegyelem. Hogyha ezt az ember komolyan is veszi, tehát nem csak úgy mondja, vagy ismételgeti magában, hanem az élet gyakorlatává tudja tenni. Nagyon nehéz ez, persze beszélni sokkal könnyebb erről. Készült a miniszterelnökség és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT támogatásával.